Augusztus 26. Ha gyűlöltiteket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöltiteket a világ. János evangéliuma 15. fejezet, 18. és 19. vers. Az üdvözítő saját példájával mutatta meg, hogy követői élhetnek e világban, anélkül, hogy e világból valók lennének. Ő nem azért jött, hogy részt vegyen csalóka élvezeteiben, nem azért jött, hogy szokásainak hódoljon, vagy fondorlataival éljen, hanem azért jött, hogy teljesítse atya akaratát, s megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ha a keresztény ezt a célt tartja szem előtt, akkor tiszta maradhat, bárhol legyen is. Bármilyen legyen a munkája, a környezete, mindenkor hűséges kötelességteljesítésben fogja kimutatni az igaz hit, az igaz vallás erejét. Nem a megpróbáltatásoktól mentesen, hanem azok kellős közepén fejlődik ki a keresztény jellem. Krisztus követőjét az ellentmondás és az ellenállás csak annál nagyobb éberségre, annál komolyabb imára készteti. Erős kísértés, ha Isten kegyelme által kitartunk és elviseljük. Türelmet, éberséget, álhatatosságot, mélységes, maradandó bizalmat eredményez. A keresztény hit diadala az, hogy képesíti követőit szenvedni és egyszer s mind erősnek maradni. Megalázkodni, de éppen alázatosság által győzni. Egész nap öldöklik, de mégis él. Hordozza a keresztet, de így nyeri el a dicsőség koronáját. Isten csak azt engedi meg, ami javunkra válik. Ellen G. White, Apostolok története. A császár házából című fejezetből.